Már vannak, akik megkapták a hadijárváknak és a hadiözvegyeknek járó támogatást. A parlament még júniusban döntött arról, hogy azok, akik a II. Világháborúban vesztették el férjüket vagy édesapjukat, havi támogatást kapnak. Az azóta eltelt időszakban csak Pest megyében eddig több mint 1000 kérelem érkezett a járási hivatalokba. És így édesapám, mikor a húgom megszületett, ő még akkor itthon volt. Marosi Jánosné már gyerekkorában elvesztette édesapját, aki a II. Világháborúban harcolt. Bár a fájdalmat nem lehet enyhíteni, de azt mondja, az anyagi támogatás nagy segítség számára. Hát nem volt semmink, és ha édesanyámnak a szülei nem vállalnak föl bennünket, ugye 3 gyereket, akkor bizony, hát nem tudom, hogy éltünk volna meg. Ezt az ellátást megállapítottuk, és most átadhatjuk önöknek. Marosi Jánosné pénteken vehette át az állami segítség megítéléséről szóló határozatot. A parlament még júniusban döntött arról, hogy azok, akik a II. Világháborúban vesztették el férjüket vagy édesapjukat, havi támogatást kapnak. Havi támogatást azok a hadiözvegyek és hadijárvák kaphatnak, akiknek férje vagy édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a Magyar Királyi Honvédség és Csendőrség kötelékében szolgált és elesett. A beslések szerint ők 20 000-en lehetnek. Tarnai Rihárd Pest megyei kormány megbízott emlékeztetett arra, hogy a támogatás összege az öregségi nyugdíj minimum 1/3, és az ügyintézésben a járási hivatalok igyekeznek a lehető legtöbb segítséget megadni. A volt hadigondozottak és hadijárvákról szóló törvény végrehajtási rendelete július 24-én született meg. Azóta eltelt időszakban itt Pest megyében több mint 1000 kérelem érkezett be, és ebből mintegy 300 esetben szükséges még adatoknak, illetőleg papíroknak a benyújtása, de ezt maga a hivatal, tehát a kollégáim beszerzik, úgyhogy nem kell az ügyfélnek utána menni a papíroknak. A támogatást a külhoni magyar hadiözvegyek és hadijárvák is igényelhetik, nekik a fővárosi kormányhivatalba kell beküldeniük a dokumentumokat.